Kezdjük a 7. B osztály zenés jelenete, melynek címe Nagy Idai Cigányok. A jelenet Arany János eposzta alapján készült. Betanította Bodrogi Irén osztályfőnök. Felkészült a Tíden Tánciskola alsós csoportja. Történetünk a kuruc időkben esett, mikor a Lavanca jó sok harc megesett. Nagy Idát Perényi bírta egyik bátor, kapitánya várba Jógerjendi Márton. Kapitánya rangja, de lehet megkáplál, mert alig hogy 10-20 alattvalót számlál, hanem ha betudjuk egy-egy ember számba, ami ráadás volt összegyűlt cigányba. Miért bele tudnunk, s miért bele mennünk? Eddig is a kipára kivédte, hanem ő. Töri az ellenség már 17 napja, mérgében a nyelvét hiába harapja. És harapnál, bizony, Isten tudja meddig, ha az ennivaló el nem fogynak eddig. Jól tudod, hogy e vár, minden baj a gondja, egyedül erőt nem vállamat nyomja. Több ész, többet talál, nem hiába mondják, én azért rád bízom a vár fel gondját. Tudd meg azért, vagyon az élemünk fogytán, sőt, ha nem kiméljük, hónap is elfogytán. S azon túl nem lesz Robi, én hát, de titok, jó szívedre kötöm, kevés magyarimmal a várból kiszökön. S hónap éjjel bőre hozott jelenséget, így tesz a buddán botol ellenséget. Mit érsz, kapitányom? Hát te utolsó nép ez az én cigányom. Tűz van bennük, uram! Szinte süt vagyok, én pedig vajdálhatsz, éppen idő vagyok. Alig hogy a várból a magyar katonák egy rejtett kiáron lábukat kivonák, népét Csóri Vajda feljárat a rendbe, gyűlés hirdetett a legnagyobb terembe. Jő habók, írhával és diridongó hátul. Múzsa nekem mond el, hány szekér és hány ló, az miből parancsol, mit ész diridongó. Szekér ugyan kettő, s egy kopott taliga. Ló három szilajó, mint a csiva. Jő csimaz, itt hajdan értek lólopások. Nem loptam! Követem a lásom! Keskeny úton feküdt, hol menni akartam! Bizony sosem esett ilyen csúszság rajtam! Hátul mennék, de lúg, elő mennék! Harap! Átugrani könnyebb is, sokkal is hamarabb! Ugranám, felkaptam! A hátára estem, jó, hogy elfogátok, áldjon meg az Isten! Legalább halljátok, de csak négy szem között, a magyar nép mereste a várból kiszökött, s miután ez a vár nekünk esett ingyen, neve is ezentúl Csóri Bála légyen. Először is tehát ez a végzés mellett. Ne bocsátjuk többé a magyar a várból. Örökös fejünkét teszi Csóri Vajda, itt cigányországnak megveti alapja. Nem hagyom halálni, csak azért sem hagyom, Csórinál mi köztünk emberek is vagyom. Nem kell Csóri, nem kell. Van különlegény, főfővárdasába, akar, ahol én is. Ha érken Csóri, kendre ülhet nem kell. Hisz még már se fogtunk, hát minek kapasszunk? Jó, köszönj a kérdést, másszalálasszunk. Ki legyen a Vajda? Éne, vagy pedig én? A győzelem után szóba jöhet megint. Most készüljünk a harcra, és gyelősek legyünk. Addig is itt a pus, most ha ígyunk együtt. Come on, come on, come on.
azonban ellenség vezére, nem feküdt sem a jobb, sem a bal fülére. Cigányok zajától nem tudott aludni, dehogy merte volna a szemét behújni. Összehívta a tábori tanácsot, így veszedelem már hogy adta tanácsot. Sok szónak, sok a haja. Én találtam egyet. Uraim, nem látják ezt a magas hegyet? Hányszor szilálltam az egész vidéken? Csetlettem, botlottam, tapasztalás véget. Szemem jól láttak, véget is tettem, s ihol egy nagy hegyet észre nem vettem. Innen lőttem a várt szerteszélyen, ide vonszoltatom ágyom az éjjel. Semmi, ellenben a kerék az agyány leján. Lévén ott nem egyéb, mint egy csúnya mocsár. Nem másként az ágyuk a poha mocsárban, lefeküdtek 20-an, visszamentek 3-an. Összegyűltek újra, hogy tanácskoznának. Az úr mit? Nem egyéb menet kárba minket? Az úr tette oda, átkozom a körmét. Az úr sütte, főzte, ezért meg a termét. Ha tudta, ha látta, hogy mi lesz belőle, miért nem gátolál meg a dolgot előre? Maga is ellen volt, nézte, leste, várta, és egy szóval sem mondaná, hogy ne vigyék a sárba. Nem úgy, urát, nem úgy! Te egyik fel sem volt! Csupán csak egyedül, maga ez utolok. Ha hely igazán meg volna, akkor mi tervünk ugyan remek volna. A gyakorlat ez, hogy szedjük sátorfát, s míg széjjel nem villant, hordjuk el az írhát. Sosem érnétek el, szakasztó fáig!